A Geomel Kft. a térség legnagyobb tejelő szarvasmarha telepe. A cég évek óta az állatjólét jegyében valósítja meg fejlesztéseit. Ezért is volt fontos számukra, hogy a 2020 utáni közös agrárpolitikával kapcsolatos jogalkotási eljárás elhúzódása miatt az Agrárminisztérium az átmeneti időszak áthidalása érdekében egy évvel meghosszabbította a tejágazat szerkezet átalakítását kísérő állatjóléti támogatás kötelezettségvállalási időszak. Ez mindenképpen egy nagy segítség, mert ahogy a neve gyakorlatilag mindent magában foglal, hogy teljes szerkezet átalakítás és állat állatjóléti támogatás, tehát van benne kötelező elem és választható modulok. A kötelező elem az az, hogy hány, minimum hány négyzetmétert kell biztosítani egy, egy állatvérőhelyre, és választható volt hozzá a takarmányozási modul, parazitamentesítés, gondozói felügyelet és a, a legeltetés és ebből mindenki összerakhatta saját magának, hogy mi az, ami számára megvalósítható és szeretne, és ezek mind-mind plusz részben emberi erőforrással, részben anyagi megfontolás, vagy anyagi szükségletei vannak ennek. És ehhez nyújt ez egy nagyszerű támogatást. Ez a program elsőként még 2011-ben indult el, majd tartott 2015-ig. Az újabb időszak 2016-tól ad lehetőséget a támogatás igénylésére. Azóta jelentett segítséget a szektorban érintetteknek. A Geomé KFT több mint ezer tejelő szarvasmarhát tart. Továbbra is elérhető lesz számukra ez a támogatás. Ez 2021. január 25-től 2021. február 22-ig a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapon keresztül történő benyújtásával kérelmezhető. Most, miután ilyen átmeneti két évünk van már az új költségvetési ciklusban, így a 20. áprilisban lejárókat lehetőség van a mai naptól február 22-ig. Ez egy jogvesztő határidő akkor meghosszabbítani, hogy 2021. áprilisában járjon majd le ez a támogatási forma, és ez, ez mindenképpen nagy segítség, mert például nálunk, amiket mi be tudtunk vállalni, ez kb. 50 ezer forint tehenenként, ez mindig ugye viszi az euró árfolyam, de valahol 40 és 50 ezer forint között mozog, tehát ez egy nagyon jelentős segítség. Amennyiben a gazdálkodó nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy nem szükséges kérelmet benyújtania. A pályázati felhívás és a módosítás részleteit tartalmazó közlemény a pályázat.gov.hu oldalon érhető el.